Hát sziasztok, jó estét kívánok nektek. Igen, ne hagyjátok abba az imádkozást. Köszönöm azt, hogy nem feledkeztetek meg rólam, és milyen nagyszerű dolog, hogy ezt tehetjük, hogy gondolunk egymásra, nem csak akkor, amikor együtt vagyunk, hanem akkor is, amikor nem vagyunk együtt. És hiszitek, nem hiszitek, erre a generációra én nagyon sokszor gondolok. Ez a generáció nagyon közel van a szívemhez. Nem csak azért, mert a 4 gyermekünk közül 3 most már beért ebbe a sávba. A legnagyobb fiunk 22 éves, a legkisebb fiunk 18 éves, 3-an vannak, egyenlő távolságra vannak egymástól, kisejti, hogy hány éves a középső. Bárki, 20 éves a középső, nagyon jó. Így van, tehát nem csak ezért, hanem azért is, mert ez volt az a kor, amikor én magam is az életem 2 legfontosabb találkozásán mentem keresztül, 2 legfontosabb találkozása történt meg velem, és ha nem tévedek, akkor legutóbb nagyjából a második nagy találkozásról beszéltem, párkapcsolatok kapcsán, most pedig az első nagy találkozásról, a legnagyobb találkozásról, az életem legnagyobb találkozásáról is szeretnék beszélni. Nem csak olyan módon, hogy velem hogyan történt ez meg, hanem olyan értelemben is, hogy mit is jelent ez tulajdonképpen, és talán nem meglepő, hogy itt ezen az estén ma arra fogunk beszélni, arra fogunk gondolkodni, hogy mit is jelent a találkozás magával az Istennel, magával Jézus Krisztussal. Hát kapj el, ha tudsz. Nagyon tetszik nekem ez a cím. Maga az ötlet is tetszik. 1964-től 1967-ig sikerrel adtam ki magam a Pennem légitársaság pilótájának, és több mint 2 millió mérföldet repültem ingyen. Ez idő alatt egy georgiai kórház vezető rezidens gyermekorvosa voltam, valamint Louisiana állam szövetségi igazságügyminiszterének asszisztense. Amikor elkaptak, az államok történetének legfiatalabb és legmerészebb szélhámosaként tartottak számon. Csaknem 4 millió dollárt szedtem össze hamis csekkekből 26 országban, és mind az 50 államban, és mindez 19. születésnapom előtt. A nevem Franklin William Abagnale. Aki látta a filmet, talán emlékszik rá, hogy ez a nyitó narrátori szöveg, amivel indul maga a film is. A történet ez alapján, a pár sor alapján is rendkívüli, mondhatjuk azt, és bátran mondhatjuk azt. Olyannyira, hogy könyv is készült belőle, maga Frank William Abagnale megírta az életrajzi könyvét, és a könyvnek megvásárolta a filmesítési jogát, a megfilmesítési jogát Steven Spielberg, és végül úgy döntött, hogy ő maga fogja megrendezni ezt a filmet, és a főszerepet, Franknek a szerepét Leonardo DiCaprio-ra osztotta, és az FBI ügynöknek, aki követi őt és próbálja őt elkapni végig a filmen, Carl Hunterty szerepére pedig Tom Hanks-et választották. Tehát 2 nagyszerű figura, egy nagyszerű filmrendező és egy nem hétköznapi történet. A történetben, ahogy így a bevezetőből is kiderült, 2 kulcsfigurát kell majd kiemelnünk, és ővelük fogunk egy kicsit együtt dolgozni majd, ebben a következő jó fél órában Frank és Carl, ők ketten, csak a keresztem őket mondom, hogy egyszerű legyen őket megjegyezni. És ami miatt igazából megkapó ez a történet, ahogy fogjátok ti is látni azt, hogy nagyon sok párhuzamot lehet látni abban, ahogy mi emberek keressük az Istent, keressük az életnek az értelmét, és ki egyik, ki a másik helyzetbe teszi magát bele ebbe a keresésbe. Hogyha az ember és Isten kapcsolatát vizsgáljuk meg, ott is 2 kulcs szereplő van, csak az egyiket nem Franknek, a másikat pedig nem Karlnak hívják, hanem az egyik vagyok én, vagy te, a másik pedig az Isten. És attól függően, hogy milyen típusok vagyunk, vagy Karl szerepébe tesszük magunkat, vagyis a nyomozó szerepébe, aki próbálja elkapni a másikat. Tehát vagy olyan emberek vagyunk, akiknek az Istenhez fordulása, az Isten keresése olyan, mintha folyamatosan üldöznénk az Istent, és próbálnánk megragadni azt, és mindig úgy járunk, ahogy fogjátok majd látni, hogy egy lépéssel az Isten mindig előttünk van. Mire odaérünk, addigra ő már nincs ott. És az ember más se csinál, csak rohan az Isten után, próbálja elkapni, próbálja megragadni. A másik típus az, aki pont fordítva éli meg, ő a Frank. Ő a Frank, aki menekül, aki folyamatosan menekül, miközben éli ezt a vagány életét, amilyet élt az eredeti Frank is, aközben állandóan menekül valaki elől, és ez a valaki ebben az összefüggésben az Isten lenne,
És mindent megteszünk azért, hogy ne kapjon el bennünket. És erről szól a játék, az élet nevű játék. És az ember mindjárt jó, hogyha végig is gondolja ezt, hogy ő melyik a kettő közül. Melyik a kettő közül? Inkább Karl típusú, aki üldöz, vagy inkább Frank típusú, aki üldözött. Inkább Karl, aki üldözi az Istent, talán hónapok óta, talán évek óta, talán ki tudja mióta, és próbálod megragadni őt, vagy inkább Frank típusú vagy, aki menekülsz, nehogy elkapjon az Isten, és nehogy az ővé legyen. És aki ismer engem közelebbről, az tudja, hogy szeretek ilyenkor megállni, és azt mondani, hogy mindjárt gondolkodjunk el, jó? Tehát én nem előadni jöttem, én veletek beszélgetni jöttem ide ma estére, úgyhogy mindjárt beszélgessünk is. Ki az, aki úgy gondolja, hogy ő inkább Karl típusú, üldöző típus? Üldöző típus. Nyugodtan vállaljuk, aki ez a fajta, és ki az, aki azt mondja, hogy ő inkább Frank típus, inkább a menekülő típus. Nagyon örülök, rengetegen nem tudják, hogy melyik kategóriába tartoznak, de belül a lelketekben remélem, hogy tudjátok. Na nézzük meg azt, hogy melyik mit jelent igazából nekünk az életünkben, melyik mit jelent, és melyiken mit tudunk kezdeni. Az egyik alaphelyzet tehát az, amikor mi magunk vagyunk Frank. Mi magunk vagyunk a Frank, és azt hisszük az Istenről, hogy az Isten fáradhatatlanul próbálkozik azzal, hogy elkapjon bennünket. Fáradhatatlanul jön utánunk, és amikor az ember ezt úgy végig gondolja, ezt a fáradhatatlanságát, akkor ott van benne az a mondat, ami a filmben is elhangzik, az egyik telefonbeszélgetésben Frank azt mondja Karlnak, hogy miért nem adod fel? Miért nem hagyod abba, hogy üldözz engem? És akkor ez az FBI ügynök nagyon őszintén és nagyon szinte azonnal mondja, hogy nem tudom, ez a dolgom. Ez a dolgom. De amikor azt gondoljuk, hogy az Isten ilyen fáradhatatlanul üldöz bennünket, próbál elkapni bennünket, hiszen ez a dolga, akkor két nagy kategória van, amiben soroljuk ezt az üldözést. És általában erről a kettőről szoktak beszélni a keresztények is. Azt mondtam, hogy az egyetemista éveimben volt ez a nagy találkozásom, én nem hívő családban nőttem fel, és ennek van egy csomó következménye abban, ahogy az életre, meg sok mindenre gondolok. És úgy látom, hogy két nagy kategória van, ahogy azt gondoljuk, hogy az Isten üldöz bennünket, és erről a két nagy kategóriáról szoktak beszélni a keresztények is. Milyen érdekes, én is lelkipásztor vagyok, én is erről szoktam beszélni egyébként erről a két dologról. Az egyik az, hogy az Isten úgy üldöz bennünket, hogy a szeretetével próbál magához édesgetni. Hogy a szeretetével próbál magához édesgetni bennünket. És akkor hallunk ilyen dolgokat, hogy az Isten azt mondja, hogy elfogadlak téged annak, aki vagy. És hallunk olyanokat, hogy megbocsátok neked, bármit is vétkeztél, bármilyen hibáid vannak, bármilyen mulasztásaid vannak, bármilyen bűneid vannak, megbocsátok neked, és szabadságot adok neked. És helyreállítom a lelkedben a szabadságnak az érzését és az élményét, és ajándékokat adok neked. Az én áldásomnak az ajándékait adom. És hogyha aztán egy kicsit tovább megyünk, akkor a kegyelmi ajándékokat is adom majd nektek. Nagyon izgalmas terület. Vagy a gyógyulást, vagy a sikert, vagy az áldást. És ne értsetek félre, erről mindről beszél az Isten. Erről mindről beszél. Hogy ez azoké, akik az övéi lesznek, akik elfogadják őt Istennek, akik elfogadják őt megváltónak, ők valóban mindezeket kapják, de ha valaki menekülő módban van, hogyha valaki Frank helyzetben van, és azt gondolja, hogy az Isten üldözi őt, fáradhatatlanul ott van a nyomába, hogy ezzel a szeretettel magához édesgesse, abban mindig ott lesz a kérdés, mindig ott lett ez az a kérdés, az a kételyből fakadó kérdés, hogy jó, de mibe fog ez nekem kerülni? Franknek is egyszerű lett volna feladni magát, befejezni ezt a csalásra, félrevezetésre épülő karriert, de tudjuk, hogy mi várt volna rá. És így vagyunk sokszor mi is az Istennel. Hallunk mi erről a szeretetről, és kívánja is a lelkünk. Hallunk mi a megbocsátásról, és jól is esne, mert mindenki hordoz olyan dolgokat a lelkébe, amit még önmaga előtt is szégyel. És milyen jó lenne megszabadulni ettől. Milyen jó lenne mögöttünk hagyni ezt. Mindenki vágyik a szabadságra, ami nem azt jelenti, hogy azt teszünk, amit akarunk. Az nem szabadság, az anarchia. Hanem arra a fajta szabadságra, amikor szabadságunk van megtenni azt a jót,
amit meggyőződésünk szerint jónak tartunk. És mindenki vágyik áldásra, hogy az Isten áldottjaként élhesse az érő életét, és hogy begyógyuljanak a sebei, amit nem okvetlen fizikailag, elsősorban a lelkünkbe hordozunk magunkba. Persze mindannyian vágyunk erre, hogy ne vágynánk, legyünk őszinték saját magunkkal, hogy ne vágynánk erre. De mibe fog ez nekem kerülni, ha elkap az Isten? Mi lesz ennek az ára? És ezért, mert ez a kétely ott van bennünk, ez a bizalmatlanságból, vagy ismerethiányból, vagy ki tudja miből fakadó kétely ott van bennünk, ezért folytatjuk tovább a menekülést. És hátra nézünk, és azt mondjuk az Istennek, hogy kapjál, ha tudsz. És éljük az életünket tovább, úgy, ahogy Frank játszotta a játékot tovább. Tudjátok, az az igazság, hogy az Isten nem üldöz bennünket. Hogy az Isten nem Karl. Az Isten nem FBI ügynök. Ő köszöni szépen, jó megvan nélkülünk is. Nincs szüksége ránk. Nincs szüksége rám, és nincs szüksége rád sem. Köszöni szépen, ő úgy, ahogy van, önmagában létező, szuverén istenség. Senkire és semmire nincs szüksége ahhoz, hogy teljes legyen. János evangéliumában így beszél erről az evangélista, mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Az Isten nem 99,99%-os, hanem 100. Nincs híja, és nincs hiánya. Az Istennek nincs szüksége Varga Gyurira ahhoz, hogy ő teljes legyen. Nem kell utánam jönnie, nem kell kétségbe esettem próbálkoznia, hogy megszerezzen engem magának, hogy végre az az egy pici dolog, ami még hiányzott a teljességből, az meglegyen. És nincs szüksége rád sem. Nincs szüksége rád sem. A Jelenések könyvének nem kevés része beszél arról, bepillantást enged nekünk az Isten országában, az Isten világában, az Isten mennyországába, és beszél arról, amit aztán végül is Pál gyönyörűen összefoglalt egyetlen mondatban, Timóteusi levélben, azt mondja, hogy övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott és nem is láthat. Övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom, és aztán oda mond egy pici szót Pál a végére, azt mondja, hogy ámen. Ez így van. Ez így van. És felfest nekünk egy képet az Istenről, egy csodálatos képet az Istenről, ami erről a teljességről beszél. Azt mondja, hogy megközelíthetetlen világosságban lakik az Isten. És úgy elgondolkodtam ezen. Van egy aranyos gyerekének, akik keresztény családban nőttek fel, meg gyülekezetbe jártak, azok ismerik, kicsin kis fényemmel, hogy is van? Világítani fogok, kicsin kis fényemmel, világítani. Nem folytatom, mert itt sokkal jobban énekeltek nálam, hanem úgy gyönyörű volt az ének, gyönyörű volt. Köszönjük szépen, meg a zene is. Ahogy jövök én ide, egyre jobb zenekar van, kezdek irigy lenni rátok. És elgondolkodtam azon, hogy ehhez a megközelíthetetlen világossághoz, a Varga Gyurinak ez a kicsiny kis fénye mennyit tesz hozzá? Hogy amikor én oda kerültem az Istenhez, amikor én elfogadtam őt 20 éves koromba, és kigyulladt bennem ez a világosság, akkor ott az Isten közül, az angyal körül, az angyali seregek mindig, micsoda fény érkezett a mennyországba. Nem. Én nem kellettem ahhoz, hogy ennek a megközelíthetetlen világosságnak a ragyogása teljes legyen. És nem kell ezt te se. És nem kell senki. Mert az Isten önmagában teljes. Tehát ez a mi gondolkodásunk, ez a mi megközelítésünk, hogy az Isten engem próbál odaédesgetni a szeretetével, és üldöz engem, ez ezen a ponton megbukik. De ugyanúgy megbukik az is,
amikor azt gondoljuk, hogy az Isten nem a szeretetével próbál bennünket odaédesgetni, hanem az ítéletével, a hatalmával, az igazságaival, a szentségével és a törvényével próbál magához ijeszteni bennünket. Nem magához édesgetni, hanem magához ijeszteni bennünket. És sokszor beszélnek a keresztények is, és sokszor beszélünk mi is arról, és hallunk mi is arról, hogy van következménye mindennek, hogy oda kell állni az Isten színe elé, és az Isten ítéletet fog tartani. Hogy van büntetés, hogy van ítélet, és van halál, és van félelem, és igen, erről mind beszél a Biblia. És igen, az Isten az igazság, az egyetlen igazság, amihez mérettetik minden és mindenki. És igen, az Isten szent, ami azt jelenti, hogy tökéletes, megkülönböztetett, még csak árnyéka sincs semmifajta rossznak, gonosznak, tökéletlennek benne. És igen, ez azt jelenti, arról beszél a Biblia, hogy oda kell egyszer állnom elé az Isten elé, ez elé az Isten elé, és számot kell adnom az életemről. Igen, erről mind beszél, de köszöni szépen az Isten. Jó van nélkülem a szentségével és az igazságával is. Nincs szükség egy ilyen bűnös emberre, mint amilyen én vagyok, hogy végre valaki megmutathassa, hogy ő szent. Hogy végre valaki megmutathassa, hogy ő hatalmas. Hogy végre valaki fölött ítéletet hirdethesse. Kell a Varga Gyuri. Hát kell. Hát mondjuk elég jót talált, mert lenne miért elővenni engem. És nem csak arra 20 évre gondolok, ami azelőtt történt, mielőtt találkoztam Istennel, hanem arra a 30-ra is, ami azóta történt, hogy találkoztam vele. És még sincs rám szüksége az Istennek. És nem követ engem, és nem üldöz engem, és nem fáradhatatlanul a nyomomba van, és azt mondja, hogy ez a dolgom, azért üldözlek, mert ez a dolgom. Hanem az Isten ott lakik, ebben a megközelíthetetlen világosságban, ebben a halhatatlanságban, a tisztelet és az örökkévaló dicsőség körülveszi őt. És én meg itt vagyok lenne ezen a földön. Nem ő üldöz engem. Se nem próbál magához édesgetni a szeretetével, se nem próbál magához ijeszteni a hatalmával. És amikor ezt végig gondoljuk magunkba, akkor talán eljutunk odáig, hogy igazából akkor értelme sincs menekülni az Isten elől. Akkor értelme sincs annak, hogy én napról napra, hétről hétre élem ezt a menekülő életet, és mondom az Istennek, hogy kapjál, ha tudsz. Hát ha nem üldöz senki, miért menekülsz? Miért menekülsz a gondolataid mögé? Miért menekülsz az előítéleteid mögé? Miért menekülsz a rossz tapasztalataid mögé, hogyha vannak ilyenek? Miért menekülsz rossz példák mögé, akikre lehet fogni, hogy ha ilyenek a keresztények, akkor én nem akarok az lenni? Rengeteg előítélet volt bennem. Rengeteg előítélet 20 éves koromban. A keresztényekkel kapcsolatban, akik között soha nem voltam. Soha egyszer nem jártam közöttük, független attól, hogy milyen neveltetést kaptam, és ez mivel járt. De igazi, újjászületett, megtért keresztények között. Az ő közösségükben soha nem jártam. De tudtam milyenek. Tudtam, mit csinálnak. Tudtam, hogy viselkednek. És azt is tudtam, hogy én ennek nem akarok részese lenni. Én tudtam, hogy a keresztények olyanok, hogy mindenki sötét ruhában van. Azt is tudtam, hogy mindenki ilyen lógóarcú. Én köldöknéző. Azt is tudtam, hogy amikor összejönnek, akkor letérdelnek körbe. Azt is tudtam, hogy gyertya van középen. Azt is tudtam, hogy érthetetlen dolgokat mormognak. És azt is tudtam, hogy én ilyen furcsa nem akarok lenni. Nem akarok közéjük tartozni. És elbújtam, belemenekültem az én előítéleteimbe, hogy ne kelljen az Istennel foglalkozni. És te miben menekülsz bele? Te hogyan menekülsz az Isten elől? Nem kell menekülni, mert az Isten nem üldöz. Az Isten nem FBI ügynök, aki próbál elkapni téged. Az Isten köszöni szépen. Megvan az ő teljességével, és kimondhatatlan világosságban uralkodik mindenek fölött. Mint ahogy ez egy méltó, mint ahogy ez méltó egy mindenható Istenhez, akinek ő nevezi magát.
A másik lehetőség, a másik lehetséges szerep az az, hogy nem én menekülök, hanem én leszek az FBI ügynök, én leszek Karl, aki üldözi az Istent. És az Isten a Frank. És az Isten az, akit el kellene kapni. Próbáljuk elkapni az Istent. Megyünk utána, de egy lépéssel mindig előttünk jár. Egy lépéssel mindig előttünk van. Mire odaérünk, ő már nincs ott. Ő már nincs ott. És elmegyünk a templomba, mert ott van az Isten, és elmegyünk, és hideg, üres falakat látunk. Lemaradtunk az Istenről. Lemaradtunk az Istenről. Pár hete volt lehetőségem, barátainkat meglátogattuk Regensburgba, és bementünk a regensburgi templomba. Templom, katedrális. Nem is tudom, hogy kell mondani szépen. Lenyűgöző. Van Magyarországon is ilyen, nem azért mondom, hogy itt nem lehetne ilyet találni. De lenyűgöző volt. És ott ültünk benne, ebben a hatalmas templomban. Óriási magasságok, elképesztő teljesítmény, építészeti teljesítmény, művészeti teljesítmény. És ott ültünk ebbe a hatalmas templomba, vagy ötem. És azon gondolkodtam, hogy ott ültem, hogy ez a templom azért épült annak idején, hogy azoknak, akik keresik az Istent, megmutassa az Isten méltóságát, hatalmát, és ezek az emberek találkozhassanak az élő Istennel. És most, mire odaérünk, nincs ott az Isten. Lemaradtunk róla. Na nem baj, elmegyünk akkor valamilyen közösségbe. Akkor ne legyen templom, akkor legyen közösség. Legyen közösség, emberek összejönnek, mindegy, hol itt vagy, ott vagy, amúgy. És akkor elmegyünk közéjük, hogy megfogjuk az Istent, hogy megragadjuk az Istent. És sokszor érthetetlen és élhetetlen szokásokkal találkozunk. Nem tudunk értelmezni, nem tudunk hova rakni, nincs bennünk olyan regiszter, olyan kategória, hogy ezt össze tudnánk rakni, és elveszünk ezeknek a szokásoknak, hagyományoknak az érthetetlen és élhetetlen voltába, és megint lemaradtunk az Istenről. És megint lemaradtunk róla. És aztán megyünk tovább. Na nem baj, az Isten, a személyes Isten, hallottuk, hogy ilyen, akkor biztos a kapcsolatokban lehet megtalálni az Isten. Akkor ne legyen közösség, aminek hagyományai vannak, akkor megtaláljuk az Istent a kapcsolatokban. És akkor közel engedünk embereket magunkhoz, mert keressük az Istent, és közel megyünk emberekhez, mert keressük az Istent. És sokszor csalódás, meg fájdalom lesz az osztályrészünk, mert ezekben a kapcsolatokban valami történik, és azért, mert ez a valami történik, megint csak mi az élmény, hogy megint lemaradtunk az Istenről. Megint egy lépéssel előttünk volt, már nincs ott. És akkor elmegyünk a szolgálatba, hogy na majd, ha valamit teszünk az Istenért, akkor biztos találkozunk vele, akkor biztos ott lesz ő, és akkor találkozunk az elvárásokkal, meg a hálátlansággal, és megint nincs ott az Isten. És megint lemaradtunk róla. Na nem baj, akkor majd az imádságba, az csak ő meg én. Majd ott meg tudom őt ragadni. És akkor a hitünkkel van annyi, amennyi van. Dolgozatírás vizsgák előtt sokkal több általában, nem tudom, észrevettétek-e, hogyha van ilyen hitmérő, akkor az ott nagyon kiszokott, meg a fogadkozások is nagy. Úram, ha megsegítesz mindent, bármit, hajlandók vagyunk. És ha meg megsegített, ugye nem gondoltad komolyan. Neked ez igazából nem került semmibe, ha én meg odaadnék mindent, nekem nagyon sokba kerülne. De ott vannak az imádságaink. És elimádkozzuk azokat az imádságokat. Általában a szükség idején imádkozzuk el őket. És aztán nem történik semmi. És megint lemaradtunk az Istenről. És megint lemaradtunk róla. Mindig lemaradunk az Istenről. Mi olyan jó FBI ügynökök vagyunk, nem? De az Isten meg annyira jó Karl szerepébe, vagy Frank szerepébe. Annyira jó megy előlünk. És mikor lemaradunk, újra meg újra lemaradunk az Istenről, akkor nem marad más nekünk osztályrészül, csak a frusztráció vele kapcsolatba.
Csak az a fajta csalódottság, az a fajta elkeseredettség, amelyikről Ézsaiás maga is ír a könyvében, Ézsaiás proféta könyvében, így írja le ezt az állapotot, szomorúan és éhesen bolyong a nép az országban. Ha éheznie kell, fölháborodik, gyalázza királyát és Istenét. Fölfelé néz, majd a földre tekint, de csak nyomorúságot és sötétséget lát, nyomasztó borút homályba taszítva. És így érezzük magunkat mi is. Mert kerestük az Istent, üldöztük az Istent, meg akartuk ragadni az Istent, el akartuk kapni az Istent, és nem sikerült. És nem sikerült, mert mindig egy lépéssel előttünk volt. Jeremiás 33:3-ban viszont azt mondja az Isten, hogy kiálts hozzám, és én válaszolok. És olyan dolgokat mutatok neked, amik megfoghatatlanok számodra. És amikor ezt elolvastam, akkor, és összevetettem ezzel az Isten üldözésünkkel, akkor megfogalmazódott bennem egy kérdés. És szeretném, hogyha te is nagyon őszintén végig gondolnád ezt a kérdést, hogy te hogyan keresed az Istent, te hogyan üldözöd az Istent. Lehet, hogy én az én általam megálmodott Istent kerestem? Lehet, hogy én az én általam elképzelt Istent akartam megragadni, és nem voltam kész felismerni az igazi Istent. Lehet, hogy azért nem találtam ott, ahol kerestem, abban, amiben kerestem, mert nem is az Istent kerestem, hanem az én általam megálmodott, megfogalmazott Istent. Vajon hányan maradnak le az Istenről ezért? Vajon hányan nem találják meg őt? Vajon hányszor passzoltuk el mi is az Istent, mert úgy kerestük, ahogy mi képzeltük el, és nem adtuk meg neki azt a szabadságot, hogy úgy mutassa meg magát, amilyen ő. 20 éves koromban nekem is volt elképzelésem arról, hogy milyen az Isten. Nem csak a közösségről, amit az előbb elmondtam nektek. Az Istenről is. Az Isten távoli. Az Isten szigorú. Az Isten hideg. Az Istennek elvárásai vannak, amiket teljesíteni kell. És jobb, ha teljesíted ezeket az elvárásokat, mielőtt közel kerülsz az Istenhez, mielőtt közel akarsz menni hozzá. És elhatároztam, hogy megpróbálom, újra nekifutok, megpróbálom teljesíteni. És ahogy ezen gondolkodtam, mint a március 15-et éren ültem ki kinn a padom, ezen gondolkodtam, azt mondtam, hogy esélytelen vagyok. Mert a saját elvárásaimnak nem tudok megfelelni. Hogy tudnék az Isten elvárásainak megfelelni? És összezavarodottságomba eljött valaki, és elkezdett beszélni az Istenről. A kollégiumban, amiben laktam. Elkezdett beszélni az Istenről, és mást mondott, mint amit én gondoltam róla. És azt mondta, hogy az Isten nem távoli és rideg, hanem személyes és szerető. Én kerestem egy Istent, ő meg más volt, mint amilyennek én gondoltam. Én azt gondoltam, hogy megfelelővé lehet válni az Isten előtt, hogy elfogadhatóvá lehet válni. Ő meg azt mondta, hogy az Isten előtt mindannyian bűnösek vagyunk. Más Isten. Én azt gondoltam, hogy ha sok jót teszünk, hajtunk végre az életünkbe, akkor eljuthatunk odáig, hogy minden vétkünkért, hibánkért, bűnünkért leróljuk a büntetést az Isten előtt, kifizetjük a tartozásunkat, és elfogadhatók leszünk. És ő azt mondta, hogy nem Jézus Krisztus a válasz, nem az én jó cselekedeteim, hanem Jézus Krisztusnak az áldozata a válasz. És én azt gondoltam, hogy ha szerencsém van, talán be lehet slisszanni, majd valahogy ott a hátsó kiskapunak a küszöbe alatt. A mennyországból meg azt mondta, hogy el lehet fogadni az Istent, és örök életem lehet. És el kellett gondolkodnom, hogy ragaszkodom az én Isten képemhez, vagy hajlandó vagyok megnyílni afelé az Isten kép felé, amit a Biblia elénk tesz, amit az Isten maga mutatott magáról. Kiálts hozzám, mondja Ézsaiás, és én meghallgatlak, és olyan dolgokat mutatok neked, amiről nem is gondoltad, hogy vannak. Olyannak mutatom meg magam, ami ennőre nem is álmodtál, hogy én ilyen tudok lenni.
Olyannak mutatlak meg téged, amiről nem is gondoltad, hogy ilyen vagy, akár a magasságát, akár a mélységét illetően. Úgy mutatom neked meg a hitnek az útját, amiről álmodni sem tudtál, hogy milyen az. Üldözzük az Istent, és ő ott hagy bennünket, vagy egy általunk megfogalmazott Isten képet üldözünk, és ezért nem találjuk meg őt. Kapjál, ha tudsz. A filmben az egyik eseményszál, az egyik kapcsolati szál, az Franknek és édesapjának a kapcsolata. A valóságban azonban az történt, hogy amikor elváltak Franknek a szülei, akkor Frank megszökött otthonról. És utána a későbbiek során az eredeti Frank az életrajzi könyvébe ezt le is írta, hogy minden egyes brilliáns nap után, amikor sok pénzt sikerült szereznie és csinos nőkkel találkozott, egyedül a hotelszobában csak apjára és anyjára tudott gondolni, és arról fantáziált, hogy szülei újból együtt vannak. Mikor rádöbbent, hogy mindez csak képzelgés, mindig sírás fogta el. Itt van ez a nagyszerű szélhámosunk. Kicsit furcsa, hogy így mondom, ugye? Nagyszerű szélhámosunk, aki két kanállal leszi az életet, és elér mindent, amit el akar érni, és itt meg arról hallunk, hogy valami egészen más zajlott ennek az embernek a lelkébe. És akkor elgondolkodtam azon, hogy minden ezért történt. Minden csalás, minden félrevezetés, minden, amiről ennek az embernek, ennek a fiatalembernek az élete szólt, minden ezért történt. Mert volt egy történet, amit ő a lelkében hordozott. Volt egy, amit élt, de volt egy másik, amit a lelkében hordozott. Tudjátok, mindannyiunknak megvan a története. Mindannyian hordozunk egy történetet a lelkünkbe. Egyet élünk mások előtt, és egyet pedig hordozunk a lelkünkbe. És lehet, hogy ebben a történetben, és most nyugodtan gondolj a te saját történetedre, amit te élsz, ott belül a lelkedben, lehet, hogy ebben a történetben szeretet hiány van? Vagy elutasítottság van? Vagy az elismerésnek a hiánya? Vagy az elvárásnak a kényszere? Vagy az alkalmatlanságnak az érzése? Vagy bűntudat? Azért, amit tettél? Vagy azért, amit nem tettél? Vagy fájdalom? Azért, amit tettek veled? Vagy azért, amit éppen nem tettek veled? Mindannyian hordozunk egy történetet magunkba. Nem olyan régen beszélgettem egy emberrel, egy kétgyermekes családapával, aki mérnök ember egyébként, aként is dolgozik, nagyon izgalmas munkája van, nagyon jó helyzetben van, és ahogy beszélgettünk, és mesélt a családjáról, és mesélt a feleségével való viszonyáról, mesélt a gyerekeiről, mesélt a munkájáról, hogy milyen fontos feladata van ott a munkahelyén, és milyen izgalmas dolgokat csinált, ragyogott a szeme, és élmény volt hallgatni ezt az embert. Élmény volt hallgatni azt, ahogyan beszél mindarról, amit az élet számára. És aztán én, az kis ártatlan lelkű, feltettem neki egy kérdést. Most se tudom, hogy miért, de feltettem neki ezt a kérdést. Nem is kérdés volt, talán csak egy megállapítás volt. Azt mondtam neki, hogy édesapád biztosan büszke rád. És amikor ez elhangzott, akkor ez a 40 éves férfi elkezdett zokogni. Mert az a történet lett megszólítva, amit a lelkében élt. Nem az a történet, ami a felszínen zajlott, hanem az a történet, amit ott a lelkében élt és hordozott. Ahogy Frank is a hotelszobában egyedül sírt a fölött, a történet fölött, amit hordozott a lelkében. Lehet, hogy te is azokat a dolgokat, amiket csinálsz,
Azt ezért csinálod? Lehet, hogy azokat a dolgokat, amiket vállalsz, amiket bevállalsz, azokat ezért vállalod be? Valami hasonló miatt? Mi az, ami ott belül ennyire fájni tud? Mi az, ami miatt keresünk mi? És megyünk egyik helyzetből a másikba, egyik szituációból a másikba. Mi az, ami ott belül nincs meg a lélekben? Mi az, ami elveszett nekünk? A 142. Zsoltárban ezt lehet olvasni. Tekints jobb kezem felé, és lásd meg, hogy senki sem akar észrevenni. Elveszett minden menedékem, senki sem törődik velem, írja a zsoltáros. Amikor elvesznek az igazán jelentőségteljes kapcsolatok, az életünket tartó kapcsolatok mellőlünk, vagy talán soha nem is voltak ott. És amikor elveszik a reménység a lelkünkből, elveszett minden menedékem, senki sem törődik velem, akkor ott van bennünk a kérdés, hogy ki vagyok én igazából? Mit érek én igazából? És mit élek én igazából? Ki adna értem bármit is? Ki adna értem bármit is? Az Isten nem erre teremtette az embert, hogy ezt a történetet élje. Az Isten téged sem, engem sem arra teremtett, hogy benne a lelkünkben éljünk egy ilyen fájdalmas, titkos történetet. Az Isten arra teremtette az embert, hogy közösségben legyen az alkotójával. És ne azon keseregjen a lelke, hogy senki sem törődik velem. Hanem abban a bizonyosságban, abban a tapasztalati valóságban éljen, hogy törődik az Isten, a mindenható velem. És az Isten nem arra teremtett bennünket, hogy úgy beszéljünk, hogy minden menedékem elveszett, hontalan vagyok, hajléktalan vagyok, elveszítettem a méltóságomat, hanem az Isten arra teremtette az embert, hogy Isten képmásaként hordozza magában ezt a méltóságot, a teremtettségnek a méltóságát. És amikor ez a méltóság tudat a helyén van, és amikor ez a kapcsolat, ez a mindent tartó kapcsolat a helyén van, akkor az emberi lélek szabad arra, hogy az, amit megél történetet, és amit történet, és az, ami az lelkében zajló történet, az ugyanaz lehessen. És ne az legyen, hogy van egy képmutató, csaló történetünk, és van egy fájdalmas belső történetünk. Hogyha te összehasonlítod az életedet, az életednek ezt a két sztoriát, a nyilvános történetedet, meg ezt a belső titkos történetedet, akkor ugyanaz a kettő? Vagy két külön történet van? Most nem kérem, hogy emelje fel a kezét ez vagy az, de azt kérem, hogy legyetek őszinték önmagatokkal. Legyetek őszinték önmagatokkal, amikor erről beszélünk. Mert amikor elveszik ez a méltóság, amikor elveszik ez a mindent tartó kapcsolat, amelyikben minden értelmet nyer, amikor ez nincs ott a lelkünkben, akkor ez a belső lelki fájdalom, ami a legnagyobb fájdalom egyébként, amit ember megélhet, sokkal rosszabb, mint a foghúzás. A legnagyobb fájdalom, akkor ezzel nem tudunk mit kezdeni. Nem tudunk mit kezdeni vele, és lesz belőlünk egy Frank, aki ilyen vagy olyan módon éli az életét. Csalásról csalásra, félrevezetésről félrevezetésre, képmutatásról képmutatásra. És ahogy használom ezeket a szavakat, lehet, hogy te is megtalálod benne a magad történetét, és az, hogy te mit tettél, vagy választottál azért, hogy ezt a belső diszonanciát, ennek a belső harmóniának a hiányát, azt a fájdalmat, ami abból fakad, hogy a két történet nem ugyanaz, valahogy el tud fedni, és le tud tompítani. Ez a vákum, ez a belső hiány, ez, ami visz bennünket mindenfelé, ami felé vitte Franket is. Az élet az Isten nélkül, folyamatos keresése a boldogság kék madarának. Csak ebben a történetben
Már ez a bizonyos kék madár mondja azt, hogy kapj el, ha tudsz. És az életed nem lesz több, mint állandó kergetés, állandó üldözés, hogy megragadd azt, amitől reméled a boldogságot. És amikor úgy érzed, hogy jól haladsz, akkor azt fogod mondani, hogy nincs szükségem az Istenre, megy ez nekem. És amikor nem, akkor meg félsz bevallani. És nyomod el magadban is a kudarc élményt. Nem olyan régen, egy pár évvel ezelőtt találkoztam egy fiatal egyetemistával. Az egyik legbrilliánsabb fiatalember volt, akivel valaha is találkoztam. Két egyetemen tanult egyszerre, az ELTE-n meg a közgázon. Annak idején az ELTE-nek még nagyon nagy presztízse volt, nem azért, mert én is oda jártam. Nem hiszem, hogy ezzel sokat hozzájárultam az egyetem hírnevéhez, de jóval nagyobb volt. Együtt csinálta a két egyetemet a srác, és bírta. Kisportolt testalkata volt, eszméletlen megnyerő személyisége. Egy vállalkozó mentalitású srác volt, 21-22 évesen a saját vállalkozását csinálta, 80-as években vagyunk, 90-es évek elején, tehát nem volt ez magától értetődő. Saját autója volt, egy abszolút manöken típusú baba barátnő hozzá. Minden együtt. Minden együtt. És Péterrel leültem beszélgetni, így hívták ezt a srácot, leültem beszélgetni, és elmondtam neki, hogy én mit találtam Istenbe. Elmondtam neki, hogy mit jelent nekem az Isten. Hogy ezt a belső, titkos történetet hogyan oldotta meg az Isten. És hogyan hozta világosságra mindazt, ami bennem volt. És hogyan adott megoldást mindazokra a dolgokra, amiben nekem megoldásra volt szükségem. És hogyan élem ezt. És mit ad ez nekem az életem perspektíváját illetően. És tudjátok, ez a srác ott hallgatott engem, és kicsorogtak a könnyei, potyogtak a könnyeinek a srácnak. És azt mondta, hogy Gyuri, mindennél jobban vágyok erre. De először meg akarom próbálni Isten nélkül. 3 héttel később Szekszárdra mentem autóval. Péternek a temetésére. Egy autóbalesetben megszakadt az ő története. A kapjál, ha tudsz, a boldogság kék madarának az üldözése befejeződött. Ennyi volt. Ennyi volt. A lélek szomjúhozik. A lélek vágyik arra, hogy a méltósága és az Istennel való közössége, az Istennel való kapcsolata a helyére álljon. És ez a szomjúság az, ez a belső lelki szomjúság az, ami minden embert, téged is, meg engem is hajt előre, újra meg újra hajt előre, hogy megtaláljuk a forrást. Hogy megtaláljuk azt a forrást, amiből, hogyha iszunk, akkor végre megelégítetik a lelkünk. A 136. Zsoltár ezt mondja, nálad van az élet forrása. Nálad van az élet forrása. Ha nincs Isten, önmagunkban elégtelenek vagyunk. Önmagunkban tehetetlenek vagyunk. Kiszolgáltatottak vagyunk. A házban, ahol élünk, vannak különböző helyiségek, és van egy bizonyos kis helyiség. Tudjátok, hogy az a lelke a lakásnak, az a bizonyos kis helyiség. Egy négyzetméter a nyugalom szigete, különösen, hogyha 4 gyereke van az embernek. Na ez úgy van nálunk, hogy ez a ház belső részén a lépcsőház alatt van elhelyezve, mert ott nem zavar senkit, de hát meg kellett oldani a szellőzését, és egy ilyen jó vastag szellőző csővel van, összekötve a külvilággal ez a kis helyiség, és megy a cső, és egy könyök, és megy a cső, és ez az egész körülbelül 4 méter hosszúságú. Hát én nem vagyok egy olyan igazából iparos típus, úgyhogy ennek a szellőző nyílásnak a külső részén, ami ott a falnál van a háznál, ott évekig nem volt lezárva ez. Ez egy úgy ott volt, a levegő jobban járt, gondoltam én. Az igaz is volt, de a madarak is befészkeltek. Befészkeltek oda, és ez mindig olyan izgalmas dolog volt, hogy így tavasz tájékán megszólalt a kémény, és akkor ment a játék a gyerekekkel, akkor még kisebbek voltak. Na, hol csipog a kismadár? És akkor kerestük, hogy hol itt van, hol ott van, csak nem röpül el, csak nem megy sehova. És hát elkezdtünk menni a hang után, és kiderült, hogy ebből a csőből jön a hang.
méghozzá ennek is a belső feléből. Úgyhogy annyira azért voltam ügyes, hogy leszereltem a ventilátort, és ott volt benne ez a kis fióka. Ott volt benne ez a fióka. Reménytelenül. Esélye nem volt arra, hogy ő kijöjjön innen. Hogy azt a 4 métert teljesítse, különösen ezzel a kis töréssel, ami benne volt. És amikor megtaláltuk ezt a kis madarat, mindenki örült, és akkor benyúltam ebbe a csőbe, és az én hozzá képest óriás kezeimmel, gyengéden, nehogy összetörjem, megfogtam ezt a madárkát, és megmentettem. És kivittem a szabadra. És már volt akkora, hogy le lehetett tenni, és ott volt kint az anyukája is egyébként, és aztán így megmenekült ez a madár. De önmagában esélye nem lett volna arra, hogy kikerüljön ebből a helyzetből. És amikor a mi lelkünk szomjazik, amikor mindaz igaz ránk, amiről ez idáig beszéltem, akkor az is igaz ránk, hogy ugyanilyen kiszolgáltatottak vagyunk, mint amilyen ez a madárka volt. 40. Zsoltár ezt mondja, várván vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallott a kiáltásomat, kiemelt a pusztulás verméből, a sárból, az iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet, új éneket adott a számba, a mi Istenünknek az dicséretét. Az Isten nem üldöz bennünket. Nekünk sem kell üldözni őt, hanem az Isten gyengéden kézbe vesz, hogy megmentse. Gyengéden kézbe vesz, hogy kimenekítsen bennünket. És amikor kiáltasz a lelkedben a bűntudat miatt, vagy a fájdalom miatt, vagy a reménytelenség miatt, vagy az alkalmatlanság miatt, vagy a magány miatt, vagy az elhagyatottság miatt, akkor az Istennek van válasza ezekre a kiáltásokra. Ezt a kis kiáltozó kismadárkát, aki te vagy a lelkedbe, így ment meg, gyengéden, nem üldözve, és nem rejtőzködve, hanem ezzel a gyengédséggel. És ezért hív magához az Isten téged is, mint ahogy hívott engem is, meg hívott sokunkat, akik itt vagyunk ma este. Jöjjetek hozzám, ti, akik szomjaztok. Jöjjetek hozzám. És amikor ehhez a forráshoz jössz, a lelkednek ezzel a titkos belső történetével, akkor a bűntudatodra nem penitenciákat kapsz, hogy teljesítsd ezt, és teljesítsd azt, hogy ezzel kompenzáld, hanem a bűntudatodra bűnbocsánatot kapsz. Jézus Krisztus miatt, aki elvette a világ bűneit és a tiédet is. És a fájdalomra nem fájdalomcsillapítót kapsz, amiből annyi félét lehet kapni, nem csak patikában, hanem bárhol is, hanem valóságos gyógyulást a lelkedben. És a reménytelenségre nem azt kapod válaszul, hogy majd csak lesz valahogy, az én szozó barátom szokta ezt így mondani, hogy majd csak lesz valahogy, mert úgy még sose volt, hogy valahogy ne lett volna. És akkor így folytatta, hogy bár az ő nagymamájának a falujába egyszer fél óráig sehogy se volt. De aztán ott is lett valahogy. Tehát nem azt a fajta kincstári optimizmust adja az Isten, hanem valóságos reményt. Az örök élet perspektívájában is, meg a földi élet perspektívájában is. És a méltatlanság érzésre nem egy pozitív gondolkodást mond az Isten, hogy mondd magadról azt, hogy jó vagyok, szép vagyok, ügyes vagyok, jó vagyok, szép vagyok, ügyes vagyok, sokszor mondod, a végén elhiszed. Hanem megajándékoz az Isten gyermekséggel. És hordozója lehetsz ennek a méltóságnak. Tudjátok, Frank, akiről beszéltünk, a Kapjál, ha tudnak, a főszereplője, soha nem találkozott újra az apjával. Ellentétben a filmmel. A valóságban soha nem találkozott újra az apjával. Nem tudta elkapni. Nem tudta megragadni ezt az összetört kapcsolatot. Ma este te viszont megragadhatod az Istent. Neked se kell futni utána, és nem kell menekülni sem előle. Mert az Isten nem elvenni akar, hanem megmenteni gyengéden.
Mindent megtett azért, hogy ez így lehessen. Elmondta, amit el kellett mondani, megtette, és ezt leírta a Bibliába, megtette, amit meg kellett tenni, és ezt megmutatta Jézus Krisztusban, az ő kereszthalálában és feltámadásában, és felajánlotta neked. Nem azért, mert te kell lesz neki, hanem azért, hogy belásd, hogy ő kell neked. Az Isten szeret, és csodálatos terve van az életeddel. Te bűnös vagy, aki emiatt nem állhatsz meg az Isten előtt. Ő azonban elküldte Jézus Krisztust helyettesítő áldozatként, hogy benne megfizesse a te bűneidért járó büntetést. És neked megvan a lehetőséged, hogy ezt elfogadd, hogy mellette dönts. Talán éppen ma. Talán ez az a nap, ahol amikor ez a menekülés, vagy ez a rosszul értelmezett Isten üldözés véget érhet. És megértheted azt, hogy az Isten nem a te felszín történetedben érdekelt, hanem a te titkos, belső lelki történetedbe. Talán éppen ez az a nap, amikor azt mondhatod te is az Istennek, hogy Isten, hozzád kiáltok, mutasd meg nekem, hogy milyen vagy te igazából, hogy követhesselek téged. Én szeretnék most így imádkozni, értetek, hogy ki hogy jött el ide ma este, és hogy hallgatta végig ezt, amiről beszéltünk, ezt mindössze ketten tudják. Az egyik az te magad vagy, a másik pedig az Isten. Az imádságnak az a csodája, hogy ez pontosan ezt a két szereplőt köti össze egymással. Frank története mellesleg úgy fejeződött be, hogy miután az FBI elkapta, alkalmazták a csekk hamisítási részlegen. Manapság napjainkban pedig vezető pénzintézetek biztonsági szakértőjeként dolgozik. Nem megvetett lett, nem elvetett lett, hanem értékes. És így van ez a te történeteddel is. Akármi zajlik ott belül, hogyha engeded, hogy az Isten megragadjon téged, akkor a te történeted benne kiteljesheted azzá, aminek ő megálmodott téged. Amikor imádkozunk, ne csak azt figyeljétek, hogy én mit mondok. Sokkal inkább figyeljétek azt, hogy a ti lelketekben mi szólal meg. És hogyha azt szólal meg, hogy az Isten hív téged, akkor merj igent mondani neki. Tudva azt, hogy nem üldöz, aki el akar kapni, és neked sem üldözni kell, hogy meg tudd őt ragadni, hanem itt és most van a lehetőség arra, hogy a te vele való kapcsolatod és az ebből fakadó méltóságod helyreállhasson. Ahogy én imádkozok, úgy tegyétek ezt is, így csendbe, és aztán, amikor vége lesz majd az alkalomnak, arra szeretnélek kérni benneteket, hogy akiben megmozdult, megszólalt valami ma este, az ne menjen el úgy, hogy nem beszélget velem. Legalább velem. Vagy legalább azokkal, akik a házigazdái ennek az estének. Vagy legalább azokkal, akik kiálltak ide, és elmondták azt, hogy ők is így gondolják. De ne menj el úgy, hogy nem osztod meg ezt az élményt valamelyikünkkel, hogy elmondhassuk neked azt, hogy én is. Imádkozzunk. Istenem, köszönöm neked mindazt, amit ma este megosztottál velünk. Köszönjük, hogy mélyben néztél, és mélyen szóltál. Köszönöm, hogy a lélekhez szóltál, mert te magad is lélek vagy. Köszönöm, hogy megszólítottál bennünket az életünk legfontosabb kérdésében, a lelkünk szomjúságában. Mennyi mindent csináltunk, hogy elfedjük ezt. Mennyi minden belefért a mi nyilvános történetünkbe, miközben a lelkünknek a mélyén egy titkos történet zajlik. És köszönöm, hogy ma ehhez a történethez szóltál.
és köszönöm, hogy mindannyiunkat meghívtál, hogy jöjjetek hozzám, ti, akik szomjaztok. Isten, szeretnék most különösen imádkozni azokért, akik felvállalták önmaguk előtt ezt a szomjúságot, akik nem menekültek előled ma este, és nem emberi módon akartak elkapni téged ma este, hanem vették a bátorságot, hogy megálljanak, és azt mondják, hogy itt vagyok, Istenem. Segíts rajtam. Ments meg engem. Gyógyíts meg engem. Bocsáss meg nekem. Adj reménységet a lelkembe. Állíts helyre az én méltóságomat. Azt, amit tőled kaphatok csak. És Istenem, ezekért az emberekért imádkozom, ezekért a fiatalokért. Hogy ezt az ő hitüket ajándékozd meg azzal a bizonyossággal, hogy ott vagy velük. Nem fordulsz el, nem menekülsz el, nem szöksz el, hanem egy örökké valóságra összekötöd a te életedet, a te lelkedet az övékkel. És most hadd bátorítsam azokat, akik ma este fordulnak úgy az Istenhez, hogy azt mondjátok, hogy ez az a nap, amikor megértettem, hogy az Isten engem is hív. Hadd bátorítsalak benneteket, hogy mondjátok utánam azt az imádságot, amit annak idején, 30 évvel ezelőtt, 20 éves koromban én is elmondtam az Istennek, és megváltoztatta az életemet. Lassan fogom mondani, hogy a lelkedben te is utánam tudd ezt mondani. Isten, Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy a te kereszthalálod miatt van bűnbocsánat. Köszönöm, hogy a te feltámadásod miatt van örök élet. Köszönöm, hogy a te valóságod miatt van reménység. Köszönöm, hogy meghívtál engem a veled való közösségbe. És ma igent mondok neked. Elfogadlak téged megváltónak és uramnak. Köszönöm, hogy beköltöztél a lelkembe, és új ember lehetek.